Országosan 74 moziban kezdték el vetíteni tegnapi naptól kezdve a Toldi mozi filmet. A tavaly elhunyt Jankovics Marcel előtt tisztelegve az őszületés napja az igazítva kezdték el vetíteni utolsó alkotását. A látványos műszöveg viszi vászonra Arany János 175 éve írt költeményét. A költő maga is szerepel a filmben úgy, ahogyan barátságok elején Petőfi rajzolta. Toldi Miklós egy igazi magyar szuperhős, akinek történetén keresztül a XXI. század fiatalja is megtanulhatják felismerni és jól használva kibontani saját képességeiket. A rendkívüli igényességgel megalkotott festői szépségű animációs film, a Magyar Népmesék sorozatot is jegyző Kecskemét film száz alkotója több mint három évnyi munkájának eredménye. Több évforduló is hangsúlyosá teszi Jankovics Marcel utolsó alkotása a Toldi a mozifilm premierjét. Október 21-én van a neves magyar animációs alkotó születésnapja. Október 22-e Arany János halálának 140. évfordulója, és maga a Toldi idén 175 éves. Jankovics Marcel ötlete alapján a film összes szereplője Széles Tamás hangján szólal meg.